Az északi elkerülő átadása után a Bodzási út forgalma is várhatóan megnő majd, ezért ezt az útszakaszt is kiszélesítik. A 215 millió forintos beruházás földmunkálatai várhatóan még az idén elkezdődnek. A közgyűlés hétfőn fogadta el a Bodzási út rekonstrukciójára vonatkozó tervet. Az északi elkerülő út kivitelezése már előre haladott állapotban van, és a jövő tavaszi átadás után fontos szerepet tölt majd be a város közlekedésében a Bodzási út. A Bodzási út mentén élők szempontjából nagyon fontos az út szakasz felújítása. Itt egy 215 millió forintos beruházásról van szó, amely mintegy 1098 méter hosszan fog elkészülni 6 méteres koronaszélességben, és nagyon fontos ez az útfelújítás abban a szempontból, hogy az elkerülő út kapcsán a teherautók, illetve a nehéz gépjárművek által tulajdonképpen szétnyomott Bodzási úti szakaszt újítja föl az elkerülő út, illetve a várostábla közötti szakaszon. A kiszélesített útszakasz majd lehetőséget biztosít a két irányú közlekedésre. Mivel külterületről van szó, így a mezőgazdasági gépek is könnyebben haladnak majd az úton. Azokon a szakaszokon, ahol szükséges kétoldali szélesítés fog megtörténni, de mivel ez az út egy villanykorú sorra szegélyezett, ezért felosztva, hol majd az egyik oldalt a jobb oldalon, hol a bal oldalon lesz szélesítve az út. A tervek szerint a beruházás közbeszerzése után a földmunkák kivitelezése még az idén késő ősszel megkezdődhet. Az út teljes felújítása csak az elkerülő út befejezése után várható, így a Bodzási út szélesítése a tavaszi-nyári időszakban valósul majd meg.